Már is itt vagyunk az Eszterházy Károly Egyetem gyakorló iskolájának Barkóczi úti épületében. Két különleges kerékpár van itt a háttérben, és ez a két különleges kerékpár igen fontos szerepet kapott elmúlt nyáron, amikor a gimnazistáink egy része önkéntesként részt vett a Közd, hogy tekerünk programba, ilyen fiatal a mellettem álló Enikő is. Kérlek szépen, mesélj nekem ezekről az élményekről. Először is mondd el, légy szíves, a nézőinknek, hogy mit akar a Közd, hogy tekerünk program. Hát ez ugye főként gimnazistáknak szól, hogy az 50 óra közösségi munkát itt tudjuk teljesíteni, és volt, aki főzött, volt, aki tandemezett, volt, aki frissítőponton adott vizet, vagy nasolnivalót, és ezáltal megismerhettük a gyengén látóknak a mindennapjait, hogy hogyan telik. Mert hogy ez a tandem bicikli azt a célt szolgálta, hogy egy látó ült nyilván elől, a gyengéllátó pedig hátul, és egy bizony igen nagy kört lehetett menni a Tiszató körül. Mesélj egy kicsit, hogyan készítettek föl titeket erre a nem mindennapi túrára, hiszen azért az elég nagy felelősség, azt gondolom, bárki számára, hogy ő irányította a biciklit, mögötte pedig egy gyengéllátó tekert. Megkaptuk a párunkat, és akkor vele beszélgettünk egy kicsit, és biztosított róla, hogy minden rendben lesz, mert ugye természetesen izgultunk, és hát, hogyha végig kommunikáltunk, akkor sokkal jobban ment az egyensúlyérzék is, az elindulás, megállás, mint hogyha csak mentünk volna egyenesen, és semmit nem szólunk a másikhoz. És hát itt kimondtad a kulcsszót, a kommunikáció, ami ugye egy vak és gyengéllátó esetében nagyon fontos. Milyen instrukciókat tudtál adni a mögötted ülőnek az út során? Mire volt szükség, hogy miben kellett őt megerősíteni? Hát, hogy milyen gyorsan tekerjen, vagy éppen mikor tegye le a lábát, vagy mikor állunk meg, vagy hogyha éppen a tájról kérdezett, hogy milyen, akkor arról beszéltem neki. Te hogy érezted magad úgy, hogy a hátad mögött ott volt egy gyengéllátó? Milyen élményt adott neked ebben a programban való részvétel? Hát sokkal jobban élveztem, mint hogyha egyedül bicikliztem volna, mivel itt segíthettem is, és megismerhettem másokat. Sokkal jobb másra biciklizni, mint egyedül. Az iskolában bevezették itt az Eszterházy Károly Egyetem gyakorló iskolájában a komplex alapprogramot, aminek egy fontos üzenete az, hogy élményszerűvé váljanak az órák. Ez általában a kisebb gyerekeket célozza meg, de azért csak-csak begyűrűzik a gimnazisták óráiba is. Nektek a tesi órák hogy szoktak telni? Hát bemelegítésként először játszunk, utána jön a gimnasztika, és hogyha éppen a tanmenetben benne van valamilyen talajgyakorlat, akkor azokat elvégezzük, és utána megint játszunk. Szerinted milyen egy jó tesi óra? Mitől lesz igazán élményszerű? Hát, hogyha végig játszuk az egészet. És akkor most kipróbáljuk élőben is, hogy milyen ez a tandem bringázás. Rábízom magam Istvánra. Jobb lábad a földön, bal a pedálon. Várjál, ez a jobb lábam. Jaj, nagyon félelmetes! Feri és Roland éppen most jöttek le, és részt vettek egy jó kis csörgőlabda mérkőzésen. Kíváncsi lennék a tapasztalataitokra, fiúk. Egyébként innen a háttérből nézve azt kell mondjam, hogy igen rutinosan játszottátok ahhoz képest, hogy először öltöttétek magatokra. Feri, mesélj egy kicsit, hogy érezted magad? Hát elég nehéz volt, mivel sosem csináltam még ilyet, és most tudtam meg, hogy van ilyen játék is, ami kifejezetten vakoknak van, lett kitalálva. Hát úgy érzem, hogy nekünk, akik úgy
látunk, mondjuk így, azoknak persze nehezebb sokkal, mivel van ez, hogy a vakok, hogyha valaki vak, akkor a más érzékszerve sokkal kifonomultabb, és szerintem ezért nekik úgy ez a játék könnyebb is. Hát kicsit furán éreztem magam igazából, mert volt, amikor úgy éreztem, hogy felém jön a labda, de igazából nem, mert épp hogy a másik térfélre. És hát nehéz játék, az biztos, de tetszett. Ti fiatal srácok vagytok, a ti életetekben egyébként a sport, mint olyan, hogyan van jelen a hétköznapokban? Én minden nap sportolok, van egy fegyencedzés nevű edzés, amit én folytatok már egy másfél éve, és elég sok dolgot el is érek vele, úgyhogy én így sportolok igazából minden nap. De ezt az egészségtudatod miatt teszed, vagy azért, hogy jól nézzél ki? Tehát mi motivál egyébként? A fegyencedzés az nem is arra való, hogy jobban nézzünk ki, mert nagyon minimális izomzatot ad, izomtömeget. Az inkább a kondi, ami úgy kinézetre is megy. A fegyencedzés igazából csak erőllétet ad, nagyon nagy erőllétet, és egészséget, az biztos, hogy egészséget. Roland, te a mindennapos testnevelés órákat hogy éled meg itt a gimiben? Hát igazából ugye nem járok mindennapos testire, de hetente kétszer focizok, és van, hogy hétvégenként havarokkal is így elmegyünk egy focizni. És akkor így sportolok. Szerintetek miért fontos az, hogy minél többet mozogjanak a fiatalok, meg egyáltalán az a mindenki? Hát, hogy nehogy elhízzanak, mert ne legyenek ennyire lusták. Február 22-e a Parasportok napja, azonban itt az Eszterházy Károly Egyetem gyakorló iskolájában nem csak ilyen kvázi világnapokkor lehet találkozni ilyen típusú aktivitással, hiszen számos alkalommal vendégeink például a Vakok és Gyengéllátók Sportegyesületének tagjai, és mutatják meg a gyerekeknek ezt a fajta különleges sportolási lehetőséget. Miért tartott szívügyednek azt, hogy gyakorlatilag minden korosztály találkozzon ezzel a lehetőséggel? Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek élményszerűen ki tudják próbálni, meg tudják tapintani, beszélgetni tudjanak olyan emberekkel, akik segítségre szorulnak. El tudják hozni ugye ezek az emberek a vakvezető kutyáikat, stb. Én azt tartom legfontosabbnak, hogyha majd felnőttek lesznek, vagy akár idősebbek, és úgy látják, hogy valaki segítségre szorul, akkor ne menjenek el mellette, hanem kérdezzék meg tőlük, hogy miben segíthetek. És az okosan és jól segítést is megtanulják itt, hiszen tőlük maguktól tudják meg a gyengéllátóktól, vagy egyéb kerekesszékben élőtől, hogy hogyan tudunk jól segíteni, hiszen ez sem mindegy. Így van, tehát technikákat kapnak, illetve szemléletmódot kapnak, hogy hogyan tudnak segíteni. Egy gyerek életében tagadhatatlanul fontos gyakorlatilag minden percben a mozgás, hiszen itt tudják megfelelőképpen az energiáikat levezetni. A parasport azonban egy kicsit megfontolásra készteti őket, úgy veszem észre, hogy egy kicsit lelassulnak, de mégis egy fajta, újfajta mozgás kultúrát tudnak ezáltal gyakorolni. Hány típusú sportot próbálhatnak ki a mai napon? Igazából ennek a napnak az is az egyik alcíme, hogy lélekmozgató, ahogy mondtad, tehát a lelket, testet is megmozgatják. Jelenleg 4 különböző aktivitás folyik párhuzamosan. Éppen az alsósok próbálnak egy olyan akadálypályát, ahol egymásnak kell segíteni. Azt modellezzük, hogy milyen az, amikor valaki nem lát és akadályokba ütközik. Utána cserélnek, tehát ki tudják próbálni mind a két oldalt. Jelenleg zajlik egy csörgőlabda bemutató, ahol szintén a gimnazisták, az idősebbek tudják megnézni, illetve kipróbálni a sportot. Harmadik órában fog kezdődni egy tandemverseny, illetve hát nem is verseny, hanem egy olyan akadálypálya, amit úgymond magukat kell legyőzni. Ugye a tandem egy olyan sport, amit vakok is üzhetnek, egy látó segítségével. Itt is fogjuk majd modellezni a látássérültséget. A negyedik sportunk az pedig egy keleti harcművészet, úgynevezett chambara. Itt majd ki fogják próbálni a fiatalok azt, hogy milyen egészségesen küzdeni, illetve majd fogjuk utána modellezni, hogy milyen ugyanezt a mozgásort ülve végrehajtani, tehát ebben ez lesz a csavar. Így jó, most így. Előrébb kéne, hogy az álladig leérjen. Így? Tudod, igen, az álladat így. Aha. És akkor elvileg így az arcodat is megtettem, és ez most már kartikon. Ugye? Ugye tusé. Jó, én is veszek. És akkor ez a bemutató előtt. Női ütőm van. Ez a nulladik típusú bemutatkozás.
És a karnak ez a oka, vagyis a nem vágó éve, ezt kell mindig fölfelelni. Kamaéból indulunk, és lehet kézre támadni, fejre támadni, vállra, testre, lábra. Oké. Okay. Jó? Jó? És mondjuk két pontig megyünk. Rendben. Jó? Indul. Oké. Okay. Ezt kaptam. Ez mi volt? Ez ilyen? Nem tudom, érted? Ah, ilyen bocsi. Anya, próbálj meg megütni. Jó. Jó? Meg. Az. Hát ez lenne egy találat. Aha. Oké. Anna és Helena épp az imént teljesítették az akadálypályát, és hogy miért volt ez nehéz, mert hol az egyikőjük, hol a másikójuk szemén volt egy sötét szemfedő. Meséljetek, hogy éreztétek magatokat, Liliana, mi volt a legnehezebb, és mi volt a legkönnyebb feladat? Nekem a legkönnyebb az volt, amikor ott az ajtónál kellett azon kellett menni, és a legnehezebb meg az, amikor a padon kellett gurítani a labdát. És Helena, te hogy érezted magad a feladat teljesítése közben? Nagyon jól, és nekem a legnehezebb ez az egyensúlyozó, és a legkönnyebb szerintem a bukfánc. És azt meséljétek el, hogy hogy tudtatok egymásnak segíteni, hogy át tudjatok menni az akadálypályán. Mi volt a fontos? Hogyan segítettétek a társatokat? Én úgy, hogy én nagyon szorosan fogtam Helenát, és a kezét mindig fogtam. Én pedig mondtam, hogy balra vagy jobbra, vagy egy előre kell mennie. Hogyha egyszer mondjuk találkoztok az utcán egy olyan nénivel, bácsival, aki már nem olyan jól lát, vagy mondjuk fáj a lába, akkor mit tudtok tenni azért, hogy mondjuk biztonságosan átérjen az úton? Segítünk neki. Hogyan? Úgy, hogy így megfogjuk a kezét, vagy a botját, és így húzzuk. Volt már ilyen? Repélde esetleg? Nem. De most már bátran oda fogtok menni. Igen. Oké. Köszönöm.